Puzsér. Itt van a hatalom, tessék. Ma este. Most már én vagyok? Most már élesben én vagyok a miniszterelnök? Bemutat. Az ország népe semmivel sem különb a posztkomcsi gazembereknél, akik vezetik, vagy akár a gazember miniszterelnöknél, aki megvezeti. A harmadik magyar köztársaság 10 legsötétebb pillanata. Tényleg miniszterelnök vagyok? Ezt én most tényleg megtehettem? És egy ember mindig csak a hazáját szolgálta. Aki rendet tesz a fejekben. És ezt most el tudod mondani úgy is, hogy nem szakad le a pofát közben? Kezdődik a Sztrobjektív, szókimondó igazságshow a Hír TV-n. A stúdióban Puzsér Róbert, az ország legismertebb kritikusa. Civilizált jó estét kívánok! A harmadik magyar köztársaság története gyalázatos pillanatok végeláthatatlan sorozata. Arra vállalkoztam, hogy a szégyenözömből kiemelem a 10 legemlékezetesebb és legszennyesebb momentumot. Bár sejtem, hogy megismétlődnek, a kulturális mementókra mégis érdemes emlékezni, hiszen ez az egyetlen képességünk a szellemi és lelki immunitásra. Ismerni a történelmet, és emlékezetünkbe vésni mindazt, aminek soha nem lett volna szabad megtörténni. Ma este a harmadik magyar köztársaság 10 legsötétebb pillanatára emlékezünk barátommal és kollégámmal, Farkas Attila Mártonnal. Jó estét! A harmadik magyar köztársaság ideje letelt. Azt elmondhatjuk, hogy ez a harmadik magyar köztársaság gengszterváltástól gengszterváltásig ível 1990-től 2010-ig. Ez a zavaros 20 év. 2012. január 1-ig pontosan, mert ugye az alaptörvény akkor lép életbe. Azóta van Magyarország, és nincs magyar köztársaság. Valószínűleg ezek a zavaros évtizedek, majd a történelemkönyvbe is úgy kerülnek be, mint két masszív monolit korszak közötti átmenet évei. Ez volt az úgynevezett jogállam. Ugye? Ma nagyon sokan siratják a jogállamot, mert hogy a jelenlegi rezsim nem jogállam, vagy a jelenlegi Magyarország nem jogállam, és a harmadik magyar köztársaság volt a jogállam. De mit jelentett a társadalom számára az, hogy jogállam? Megtanulták az emberek, hogy a jog és az igazságosság az két teljesen különböző fogalom, ami egyáltalán nem fedi egymást. A Tocsik botrány, ami egyébként rajta sincs a listánkon, annak az első számú üzenete az volt, hogy minden jogszerű volt. A spontán privatizáció, amikor Bagóért eladták a gyárakat és a melósokat kirugdosták, az teljesen jogszerű volt. Minden jogszerű volt. Jogszerű volt, ha egy cég csődbe ment, vagy veszteséges volt, és milliós végkielégítést kapott a főnök. A 20 év minden pillanata jogszerű volt. Ja, Robikán populista vagy és demagóg. Ez volt egyébként az egyik két leggyakoribb jelző a harmadik magyar köztársaság idején azokra, akik próbálták az igazságosságot a jog felé közelíteni, ha más nem szavakban. Az a mondás, hogy jogállamban a pénz a fegyver, József Attilától származik, és azik, hanem pont erre a hiátusra, erre a szakadékra, ami a törvény és az igazság között húzódik, pont erre akart rávilágítani ezzel. Listán 10. helyén az elnöki székbe ültetett írástudatlan sportdiplomata áll, aki már a rendszerváltást megelőzően is alázatos kiszolgálója volt az aktuális hatalomnak. Többek közt neki volt köszönhető, hogy 1984-ben a magyar sportolók nem lehettek ott a Los Angeles-i olimpián. És attól, aki ennyire elkötelezett az olimpiai eszme iránt, egyéb jellemtelenség is kitelik. 10. Schmidt Pál doktoria. Ebben a helyzetben, amikor személyes ügyem a szeretett nemzetemet inkább megosztja, mint sem egységesíti, kötelességemnek érzem, hogy szolgálatomat befejezzem, elnöki mandátumról lemondjak.
Orbán Viktor kifejezetten a szervilizmusra koncentrált, mint választási szempontra, amikor kiválasztotta ezt a marionett bohócot köztársasági elnöknek. Szerintem Sólyom Lászlónak köszönhető. Ő a bűnös, mert túl autonóm személyiség volt, és Orbán Viktor rájött arra, hogy azért ilyen embereket, mint Sólyom László nem szabad köztársasági elnöki székbe engedni. De azért egy picit javítanék, szerintem azért nem Schmidt Pálnak köszönhető az, hogy nem jutottunk ki az olimpiára 84-ben, hanem a Szovjetuniónak. Az más kérdés, hogy voltak emberek, akik elvégezték azt a feladatot. Meg hát voltak országok, amelyek ott voltak. Például Ceausescu féle Románia. Például Románia ott volt, Magyarország pedig nem volt ott, mert Magyarország hűséges csatlósnak bizonyult, és bizony Schmidt Pál ellen jegyezte az erről szóló dokumentumot az aláírásával, már ha az ér bármit is. Na de ő egy ember volt, aki tette a dolgát. Tehát tudod, minden rendszerbe kellenek szakemberek, és a szakembert átveszi a következő rendszer is. Én pontosan emlékszem Schmidt Pálra, aki Szulák Andreának egy tévéműsor keretében elmesélte, hogy ő nem a Fideszben akart eredetileg politizálni, hanem az MSZP-ben, és ő először az MSZP-hez ment el, és ajánlotta fel a szolgálatait Kovács Lászlónak, csak hogy Kovács Lászlónak nem kellett Schmidt Pál, és akkor Schmidt Pál úgy döntött, hogy hát, hogyha az MSZP-nél nem kellek, akkor majd kellek a Fidesznél, és Orbán Viktor pedig azt mondta neki, hogy hát akkor gyere, palikám, majd csinálunk belőled főpolgármestert, vagy majd, ha azt nem, majd csinálunk belőled köztársasági elnököt. Szóval, hogy arról van szó, és ezután a közönség Szulák Andrea show műsorában megtapsolta a szervilizmusával és az opportunizmusával hencegő Schmidt Pált. Mert Schmidt Pál ebből egy poszt formált, tehát abból, hogy ő korábban az MSZP-nek árulta magát, aztán meg a Fidesznek árulta magát, kvázi bárki megveheti Schmidt Pált, akinek kell, egy ecseri piacos leértékelés keretében. De lehet, hogy ezt másként... Ezt ő úgy kommunikálta ott Szulák Andreának, hogy ő mindenképpen valamit, a nemzetet kellett, hogy szolgálja valahogyan. Ő megpróbálta az MSZP mellett szolgálni a nemzetet, ezt az MSZP mondani, ezt nem engedte, ezt kénytelen mondani. Volt hát a Fidesz lehet, mellé szegődni. Lehet, hogy úgy gondolta, és lehet, hogy a közönség is úgy gondolta, hogy ő nem holmi kormányokat meg pártokat szolgál, ő minden kormányzat és minden párt mellett Magyarországot szolgálja. Tudod, Talleyrandnak van egy híres mondása, aki végig szolgált, a püspökként kezdte, aztán Napóleon után is volt még valaki, hogy ő nem holmi konventeket, meg kormányzatokat, meg királyt, meg császárt, ő mindig Franciaországot szolgálta. Van ilyen filozófia? És nem ezt de? Most el tudod mondani úgy is, hogy nem szakad le a pofát közben? Persze. Filozófia. Persze. A filozófia meg Pali bácsi. Persze, készülök a köztársasági elnöki posztra. Robikán. Nincs nyomorultabb annál a hatalomnál, amelyik nem hiszi el magáról, hogy ő a hatalom, és még az ellenzék politikai nagygyűléseit is olyan fenyegetésnek érzi, amelyeket csak szánalmas hazudozás árán kerülhet el. 9. Szilvási György szlovák terroristákkal riogat. A szélsőséges személyek és csoportok közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel szerelik föl magukat. Céljai között szerepel, hogy további támadó fegyvereket is megszerezzenek, különböző kiképzéseken vesznek részt, beleértve a lőgyakorlatokat is. Hiteles jelentések szerint az alkotmányos nézeteket valló szélsőséges szervezetek olyan terveket készítenek elő, amelyek lényege, hogy csoportosan bejussanak a parlament épületébe, megzavarják a közhatalmi szervek tevékenységét. Amikor az ország 2006-ban a március 15-i ünnepségekre készült, Szilvási György titokminiszter előadta, hogy egy titkosszolgálati információ birtokába jutott arról, hogy szlovák terroristák robbantást készülnek elkövetni az ünnepség során. Na de milyen titokminiszter az ilyen? Hát szerintem egy titkosszolgálati információt azt, hogy nem jelent be valaki, hanem elkapják a terroristákat. Úristen, nem? Hát ekkora lépés előnyt adni a terroristáknak, hogy megtudom, hogy terroristák merényletre készülnek, és én ezt bemondom a híradóban, ahelyett, hogy ezzel az információval élnék, és elfognám a terroristákat? Vagy a titokminiszternek kéne lemondania, mert hülye, mint a s***.
Vagy pedig, ez lett volna a jobbik lehetőség, magának a kormánynak kéne lemondania, tekintettel arra, hogy ennyire fél egy március 15-től. A terroristáktól. A felvidéki terroristák. Valójában tudod? Az ellenzék nagygyűlésétől féltek. Jó, világos, persze. És ezt az ellenzéki nagygyűlést akarták ők letiltani. Ezekre a szlovák terroristákra hivatkozva. De ez is jelenti, hogy mennyire ostobák, hogy kitaláltak egy szlovák terrorszervezetet. Miféle terrorszervezet? Melyik volt a legutóbbi merényletük? Nem volt. Melyik volt az ezt követő legközelebbi merényletük? Az sem volt. Ez egy olyan terrorszervezet, ami létrejött arra, hogy Szilvási György megtudja, hogy készülnek egy merényletre, de mielőtt elkövették volna, föloszlott. Az ötletet szerintem az Aranykéz utca adta, a Rohác féle csávó, ugye, aki szlovák, meg talán a Csallóközi maffia, tudod, a Csallóközben van egy maffia, és akkor itt jöttek néha a hírek, hogy ott ilyen nagy leszámolások vannak. Tehát tudod, a szlovák maffia, Aranykéz utcai robbantás, meg úgy egyáltalán a szlovák magyar ellenesség, szerintem ebből a három forrásból jöhetett az ötlet. Ja. Na. Ja. Ja. És úgy hogy képzeled a szlovák terroristát, hogy ilyen sztropacska szagút rád böfög, és attól így megijedsz, vagy mi történik? Itt már látszott az, hogy itt a Gyurcsány kormány nem pusztán gazemberekből áll, hanem gazember bohócokból. Amatőrizmus. Az első Orbán kormány már alakulásának évében egy gátlástalan hazugsággal gyanúsította meg politikai ellenfelét, annyira ész nélkül, amennyire csak az a hülye gyerek viselkedik, aki másfél órás sorbanállás után bejut a Vidám Parkba, és azt hiszi, hogy ott bent már mindent lehet. 8. A megfigyelési ügy. Itt is valami olyasmi történt, hogy Orbán Viktor hatalomra jutott, és hirtelen nem tudta elhinni, hogy ő-e már a miniszterelnök. Most már én vagyok? Most már élesben én vagyok a miniszterelnök? És ahhoz, hogy elhiggye, kellett dobnia valami olyat, ami nem fér bele. És a reakciókon vizsgálta, hogy tényleg miniszterelnök vagyok? Ezt én most tényleg megtehettem? Na de mi volt ez konkrétan? Az, hogy 27 fideszest és azoknak a családtagjait közpénzen megfigyeltetett a Horn kormány. Ez volt az állítás. Aztán ebből úgy utána nem lett semmi. Volt ilyen vizsgáló bizottság, aminek a Keleti volt a szockó, volt a vezetője, és hogy az egész úgy elsikadt így a nagybüdös semmibe. Érted? Pedig ez itt nagyon csúnyán megégethette volna magát az MSZP. És mindenki lélegzett visszafojtva várta a tényeket. Vártuk, hogy a magyar Watergate ügybe mikor fog belebukni az egész posztkomcsi bagázs. Már az MSZP? Igen. Nem. Valakinek bele kellett volna bukni az idézőjelbe vett normális demokráciába. Érted? Vagy aki megfigyelt törvénytelenül, megfigyeltetett, vagy aki ezt állítja, ezzel vádaskodik. Nem történt semmi. Érted? Tehát azt képzeli az ember, vagy én legalábbis azt vizionálom, hogy lehet, hogy ez, mert annyira hülyéknek én nem tartom ezeket. Érted? Tehát, hogy lehet, hogy ez egy ilyen társadalomtudomány, vagy szociálpszichológiai kísérlet lehetett. Tehát már az előbb te pedzegetted ezt. Tudod, hogy amit tematizálunk, az a hír. És hogy bedobnak egy ilyet, ami nyugaton robbant volna, és hogy lemérték, hogy Magyarországon ez nem robban. És azt is lemérték, hogy teljesen bármit lehet mondani, annak semmiféle politikai és jogi következménye ebben az országban nincs. És miért nincs? Mert a társadalom elfelejt mindent. A magyar társadalomnak a memóriája az kb. Olyan, mint a garnéláé. Van egy tengerbiológus haverom, és azt mondja, hogy a garnéla egyáltalán nem emlékszik semmire, és mindig neki megy az akvárium üvegfalának. Nem tanulja meg, hogy ott az üvegfal. És ilyen a magyar társadalom. És ezt így kikísérletezték. Amikor egy ország kormánya olyan súlyosan túllépi a hatáskörét, hogy árat emel, az ország demokratikus érzelmű lakossága nem tehet mást, mint hogy a polgári engedetlenség hadi ösvényére lép. 7. A taxis blokád. Az Árpád-híd pesti felüljárójánál szintén taxisok mikrobuszokkal, kis teherautókkal, buszokkal eltorlaszolták a forgalmat.
Egyébként pedig, amit lehet látni, szintén önmagáért beszél, a rendőrség különleges egységei is felsorakoztat. Nyilván, hogy a rendőrségi buszok nem a menetrend szerinti BKV járatokat próbálják helyettesíteni, hanem a rendőri erők, hogy úgy mondjam, foglaltak helyet ezekben a buszokban. Hátul speciális kocsik vannak. 1990-ben járunk, még épp, hogy megalakult az Antal kormány, és az SDS, a legnagyobb ellenzéki párt, olyan mértékben nem tudott várni a hatalomra. Ők, akik oktatták a demokráciát a magyar társadalomnak, a mucsai magyar társadalomnak, ők a választás után néhány hónappal már minden áron akarták a hatalmat, egy viszketegség lett rajtuk úrrá, és már 1990-ben a gyenge és önbizalomhiányos magyar kormánnyal szemben egy pucskísérletet hajtottak végre. Ez tulajdonképpen benzinár egy ilyen... áremelés ürügyén. Tehát a taxisok lezárták Budapest útjait, hídjait. Na, tehát... A taxisokat az az SDS idomította erre a törvénytelenségre, erre a pucskísérletre, amely SDS a következő két évtizedben újra meg újra elmantrázta a magyar társadalomnak, hogy a politika helye nem az utcán van. Hanem a parlament. Hanem a parlamentben. Bizony, bizony. A törvényes tüntetések, meg a törvényes demonstrációk is antidemokratikusnak lettek bélyegezve, mert a politika helye nem az utcán van, hanem a parlamentben, mindezt azok után, hogy az SDS egy teljesen alapjaiban törvénytelen pucskísérletet hajtott végre az utcán, és nem a parlamentben. Jó, egyébként ez a kettős mérce, 2006-ot átéltük, ez a kettős mérce minden magyarországi politikai erőre jellemző. És végigvonult a 20 éven. Talán az idealista kis csoportok, meg kis pártocskák kivételével. Tehát azért ez a kettős mérce, ez a magyar politikai osztálynak a látásmódja. Sokszor elképzeltük a magyar titkosügynököt, de álmainkban sem volt olyan ügyefogyott, mint a D-209-es jelzést viselő titkosszolgálati személy, aki ezt az információt, milyen különös, előlünk is eltitkolta. 6. Meggyesi Péter, D-209-es ügynök. A 94-es ügynök törvénnyel a 3x3-as ügynökök nem, csak a beszervezettek ügyei váltak részben nyilvánossá. A 2002-ben az egy hónapja hivatalba lépett Meggyesi Péterről kiderült, hogy D-209-es fedőnéven 3x2-es tiszt volt. A miniszterelnök előbb tagadott, később azonban azt mondta, a magyar érdekeket védte a KGB és a CIA ellen. Nem az itt a kompromitáló elsősorban, hogy Meggyesi ügynök volt, hiszen a Meggyesi az sokszorosan kompromitálódott az egypártrendszer. Pénzügyminisztere volt a német kormánynak. Német kormány pénzügyminisztere volt például. Tehát, hogy ha ő azt az ön életrajzába beillesztette volna, hogy ő titkosszolgálati tiszt volt. Semmi nem történt volna. Semmi nem történt volna. A Meggyesinek egyáltalán nem kellett ezt hazudnia, és a probléma itt nem is az, hogy ő ügynök volt. A probléma az, hogy ezt valahogy kifelejtette az önéletrajzából. Tehát, hogy ő úgy akart Magyarországon miniszterelnök lenni, hogy rögtön a nulladik kilométerkőnél hazudott a saját múltjáról. Meggyesi arra hivatkozott, hogy ő az országot szolgálta természetesen. Elkezdett magyarázkodni. Nincs mit, Pali bácsi. Pont úgy. Meggyesi egyébként mindig egy nagy magyarázkodós volt, tehát még emlékszem, a rendszerváltás hajnalán, 89-ben ő volt a szomorú arcú magyarázkodó, így hívta egy publicista, aki úgy mindig elmondja, hogy hát sajnos a mostani megszorításokat, a begyűrűzés, a megszorítások, hát sajnos igen, ezt el kell, hát sajnos igen. Jól állt neki ez a szomorú arcú magyarázkodó szerep, és ő egy francia kultúrájú csávó volt, és nekem megint eszembe jut Talleyrand, ő mindig csak a hazáját szolgálta. Azzal magyarázta ki magát itt is, hogy ő már akkor szembeszállt a Szovjetunióval, kommunistaként, érted? 82-ben, 83-ban ő vívta ki, hogy mi az IMF-nek, akkor még nem volt Világbanknak és az IMF-nek, csak akkor még nem így hívták, lehettünk a tagjai. Egyébként Meggyesivel kapcsolatban azért azt is meg kell jegyezni, hogy nagyon kevés olyan miniszterelnök volt Magyarországon, aki egyáltalán nem ragaszkodott a hatalomhoz. Amikor a
Gyurcsány őt hátba döfte, akkor talán még mondta is a Gyurcsánynak, hogy Ferikém, nem kell beszúrnod a bordáim közé, itt van a hatalom, tessék. Nem, nincs szükség erre a vérengzésre. Egyébként tényleg, tényleg, tehát ő nem egy ilyen kifejezetten, nem egy akarnoknak. És ebben volt valami imponáló. A Sznobjektív folytatódik a harmadik magyar köztársaság 10 legsötétebb pillanatát tartalmazó lista ismertetésével. Az ötödik helyen egy olyan precedens áll, amely megbocsájthatatlan. Elárulása és megtaposása mindannak, ami egy országra való embert nemzetté tesz. Ötödik, népszavazás a magyar állampolgárságról. Nem értettem, és ma sem értek egyet a kettős állampolgársággal, és a Magyarországon nem életvitelszerűen élő magyar állampolgárok szavazati jogának megadásával. És még mielőtt valaki hazaárulózni kezd, a végtelenül tiszteletre méltó és elismerésre méltó Markó Béla egy mondatát hadd ajánljam figyelmükbe. Állampolgárságomnak nincs köze magyarságomhoz. A nagyon súlyos probléma az az volt itt, hogy a magyar társadalomról kiderült, hogy nem társadalom. Nem szolidáris. Nem jellemzi semmelyik ismérve a társadalomnak. Nemhogy nem szolidáris. Nem közösség, csak tömeg. Fogyasztók tömege. Ez derült ki. És hát felvetődik a kérdés, hogy ahol nincs társadalom, ott kinek felelős a kormány? És az derült ki, hogy nem felelős a kormány senkinek, és nem felelős a társadalom sem, önmagáért sem felelős, semmiféle felelősséget nem lehet kimutatni. Nincsen szolidaritás, nincsen felelősségérzet senki iránt, csak a holnapi vacsora van. És a holnapi vacsorának a féltése van. És mi derült ki az akkori hatalomról, a jelenlegi ellenzékről? Hogy 2004-ben az erdélyi magyarok, meg a felvidéki magyarok nem voltak jók egy Willkommenre. Most meg szírek és afgánok elég jók egy Willkommenre. Mit jelent ez? Mi derül ki ebből? Ebből az derül ki, hogy félnek a magyar nacionalizmustól. Ebből ez derül ki. És ez a félelem, ez olyan mértékű, hogy más magyaroknak azt mondják, hogy ti nem vagytok magyarok, meg nem lehettek magyarok, és 23 millió románnal riogatnak? Biztos, hogy ez csak is kizárólag a félelemre lehet fogni? Akik riogatnak, azok félnek, és a társadalom nagy része az meg egyszerűen csak szociális okok miatt, érted? Jóléti sovinizmusból, ha úgy tetszik. Én meg azt gondolom, hogy a riogatóknak is legalább a fele nettó pszichopátiából és hatalomvágyból és hatalmi technika mentén riogat, nem pedig a saját belső félelmének a nyomására teszi. Ja, mert hogy nem rájuk fognak szavazni azok a más állampolgárok, akik kint rekedtek Magna Hungáriába. Tehát, ja, ez. Nem áll szándékunkban szavazati jogot adni azoknak, akik nem nekünk köszönhetik az állampolgárságukat. Aha. Mert azok majd nem ránk fognak szavazni. Meg a Gyurcsányról nehezen tudjuk elképzelni, meg nehezen tudjuk feltételezni. Ő volt a fő szószólója a nemmel való szavazásnak. Szóval nehezen tudjuk róla feltételezni, hogy ő benne egy ilyen belső félelem munkál. Ő benne mindig a hideg politikai számítás munkált, főleg az ilyen kérdésekkel kapcsolatban. Itt derült ki, hogy az ország népe semmivel sem különb a posztkomcsi gazembereknél, akik vezetik, vagy akár a gazember miniszterelnöknél, aki megvezeti. Listánk negyedik helyén a harmadik magyar köztársaság legnagyszabásúbb bűnügye áll. Ez volt a Nemzeti Együttműködés 1.0. Minisztertől vasutasig. Negyedik, az olajügy. A történet az olajról szól, és olyan eszközökről, amelyeket hadsereg hagyott hátra kivonulván Kelet-Európából. A kőolajfinomítás régóta kapcsolatban áll a végtermék rejtegetésével, mivel senki sem fizeti ki szívesen az árában foglalt adót. Az összefonódások révén a kelet-európai mafiózók milliómosok lettek. Mindez a magyar kormány szempontjából sok milliárdos adókiesést jelent.
Az átlagpolgár elvesztette az állami intézményekbe vetett hitét. Ez volt az igazi NER. Ide még bevettek minket, ide még bevették a kis embert. Ide volt kreditünk a jelenlegi NER-be. A kisrendőrtől, a mozdonyvezetőig, érted? Ott tényleg mindenki kapott a koncból. Tehát az egy szép, jó, nyilván akik följebb voltak, többet kaptak, de azért tudod, hogy is mondják ezt, hogy neked is jut, kapar kurta, neked is jut. Ez volt az tényleg a NER 1.0. Igen, kicsit kevésbé volt hivatalos, mint a jelenlegi nemzeti együttműködés, viszont legalább annyira gátlástalan, legalább annyira enyves, legalább annyira szégyenteljes, és legalább annyira a lopott javak birtoklásán és elosztásán alapuló együttműködés volt. Mert együttműködés volt. Rendkívül széleskörű együttműködés volt. 4000 valahány száz bűnügy. Gondolj bele. Tehát azért az volt valami. Figyelj! Három különböző parlamenti párt volt érintve benne? Össznépi buli volt. És mondok valamit. Ennek az egész olajszőkítési cuccnak van egy ilyen nem magyar jellege, valami grandiózusabb, valami romantikusabb, sötétebb. Tehát tudod, ilyen szicíliai maffia filmek jutnak az ember eszébe. Szovjet Közép-Ázsia, Kolumbia. És tulajdonképpen belegondolok, még így büszke is vagyok, hogy tudtunk valami olyasmit produkálni, érted, ami ilyen nemzetközi, ilyen világszínvonalú. Én meg azt érzem ezzel az olajüggyel kapcsolatban, hogy ez az ország, ez soha nem volt annyira vad, annyira veszett hely. A bűnnek olyan fészke, mint amilyen ez az ügy volt. Nagy cucc volt. Igen. A régi szép idők. Igen, a harmadik igen, magyar köztársaság. Igen. Romi. Akkor még volt a bűnnek romantikája. Pontosan. ...1994-ben az elmúlt évtizedek legalávalóbb árulása játszódott le a szemünk előtt, amikor egy magát antikommunistának hazudó párt kapzsibnak és hatalomvágyóbbnak bizonyult, mint azt kommunistáktól antikommunistákig bárki is képzelte volna. Harmadik, az MSZP-SZDSZ koalíció. Kedves szabaddemokraták, mindannyian látjuk, hogy választási ellenfeleink egy esetleges SZDSZ-MSZP koalícióval akarják riogatni választóinkat, azt hívén, hogy ezzel az SZDSZ-en belül is károkat okozhatnak. Nos, szeretném világossá tenni a nagy nyilvánosság előtt, amit a szabaddemokraták többsége azt hiszem ugyanúgy tud, mint én, hogy az SZDSZ-nek esze ágába sincs az MSZP választási sikerét, kormányra kerülését kívánni. Az MSZP politikai választási ellenfele az SZDSZ-nek, akit le kell győzni. Nagyon különbözik ez a koalíció a többi szégyenteljes koalíciótól. Ugye számos olyan koalíciót kötöttek a 20 év alatt, amiről előtte egy héttel még azt hazudták széles nyilvánosság előtt, hogy soha semmilyen körülmények között nem kerülhet rá sor. Például Fidesz... ilyen volt a Tordján-Orbán koalíció is, a kisgazdapárt meg a Fidesz között. Csak hogy van egy lényeges különbség. A Fidesznek kellettek a kisgazda képviselők, hogy meglegyen a többsége. Az MSZP-nek 94-ben nem kellettek az SZDSZ-es képviselők. Túlnyerték magukat. A MSZP 94-ben már többséggel, abszolút többséggel rendelkezett a parlamentben, és az SZDSZ ennek ellenére belépett a koalícióba, abba a koalícióba, amiről egy héttel korábban azt mondták, hogy soha semmilyen körülmények között nem lesznek hajlandóak, pusztán, hogy az antikommunista szavazatokat bezsebeljék, és amint bezsebelték az antikommunisták szavazatait, azonnal kiderült, hogy valójában azoknak csak a szavazatára van szükségük, arra az antikommunista eszményre, amelynek jegyében kommunistákkal sosem lépünk koalícióra, arra semmi szükség, az csak arra volt jó, hogy mostantól kezdve mi legyünk hatalmon és lopkodhassunk. Valójában az SZDSZ ezt a egyáltalán nem kikényszerített koalíciót, hanem ezt a kifejezetten falánkságból, hatalomvágyból elkövetett árulást úgy kommunikálta,
hogy hát ők az ország szürke állománya, egyrészt ők a szürke állomány, másrészt ők az ország lelkiismerete. Ők a demokrácia biztosíték, akik itt és most kénytelen, kelletlen, ezekkel a koszos komcsikkal, hát kénytelenek koalícióra lépni, mert a nyugat felé is ez a biztosíték, Európa felé, Washington felé, hogy ezek a kommunisták nem fogják visszarendezni a bolsevik diktatúrát, erre az SZDSZ a biztosíték. Hát mert az SZDSZ... Ezért van, az SZDSZ tulajdonképpen feláldozza magát, feláldozza a saját demokratikus normáit annak érdekében, hogy a koszos kommunisták ne tudják visszarendezni a demokratikus intézményeket. Ja, a régi demokratikus ellenzéknek, Kádár korszakban vagyunk, ugye ennek a jogutódja volt az SZDSZ, és ezt a legitimációt használta föl itt. És ezután, hogy ők előadták, hogy ők a demokratikus biztosíték, akik ellenőrizni fogják Horn Gyulát, meg a Komcsi Bagást, azután, hogy előadták, hogy ők az ország intellektusa, meg szürke állománya, úgy eltűntek Horn Gyula pufajkájának a zsebében, mintha ott se lettek volna. Úgy zsebrevágta őket az öreg kommer reggelire. Ja. Tudod, milyen házasság volt ez? Hogy mi köttetett itt? Milyen frigy volt ez? A magyar nacionalizmustól való mániákus félelem a kádárista lakodalmassal. Tudod? Tehát ez köttetett ott meg. Ez a szövetség. 2006-ban elhangzott egy igazságbeszéd. Igazság, hogy elhangzott, és ki is derült belőle az igazság arról, hogy Magyarország miniszterelnöke miként hallgatta el az igazságot az Európai Unió, a Magyarország gyűlés és a komplett hazai társadalom elől a parlamenti választásokat megelőző hónapok során. Második, az öszödi beszéd. Azért nincsen, mert elk***tuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Az öszödi beszéd, amit a magyar balliberális értelmiség következetesen úgy magyarázott, mint igazságbeszédet, meg úgy narrált, mint a köztársaság legőszintébb és legönfelettebb pillanatát, amikor a hitvalló demokrata hitet tesz a demokrácia mellett, és meggyónja bűneit. Csak hogy hát az igazságbeszéddel az a probléma, hogy ezt az igazságbeszédet a miniszterelnök nem előttünk tette. Nem nekünk gyónt meg, hanem a saját frakcióját avatta be titokban azokba a hazugságokba, amelyeket korábban még ő előtte is eltitkolt, hiszen még a saját frakciója sem tudott arról, hogy mik a magyar költségvetésnek a számai, hogy mi az államadósságnak a mértéke, hogy egyáltalán milyen a gazdaság helyzete, amikor éppen az ország kormányt választ magának 4 újabb évre. Hát itt kvázi egy választási csalás tényére derül fény az öszödi beszédben, és az a tény, hogy ez az öszödi beszéd aztán kiszivárgott, és mi mind megtudtuk ezt, az nem az előadó Gyurcsány Ferenc szándéka szerint történt, épp ellenkezőleg. Hogyha te végighallgattad ezt a beszédet, mert mindenki csak erre a pár mondatra emlékszik, amiben ilyen trágárságok is vannak, Akkor pontosan tudod, hogy ez egy ilyen fegyelmező, fenyegető beszéd volt a saját pártjával, saját frakciójával szemben. Hát zsaroló beszéd. Egy zsaroló beszéd, pontosan. Én egyébként magának a beszédnek a szándékát nem vonom kétségbe. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó szándékú beszéd volt. Elsősorban arról szólt, hogy most már kormányozzunk, mert eddig nem tettük. A Gyurcsánynak nem is az öszödi beszéd...
szándéka miatt kellett volna lemondania, meg nem a ország miatt, amit mondott, hanem elsősorban azért, ami kiderült az Öszödi beszédből. Gyurcsány, ő egy egyszemélyes átok a balliberális oldalnak. Áldás a jobb oldalnak. És áldás a jobb oldalnak. Bezony. Ha Gyurcsány megbukna, másfél évre rá győzne az ellenzék. Valahol tisztelem egyébként ezt a heroizmusát. Figyelj, megfúrta a pártját, mint egy hajót, érted, belülről. És amikor kidobták, akkor még kívülről is fúrta a hajót. Abszolút, zseniális. Nem, tényleg, hogyha ha van egy személyes átok, ami végül hát fogott az MSZP-n, akkor az maga Gyurcsány. És hát az az igazság, hogy meg is érdemlik. Mert mindent félredobtak, amikor eljött az ő Orbán Viktoruk, hogy megváltsa őket. És végül a megváltásból hát egy kárhozat lett. Apokalipszis. De meg is érdemlik. Csak mi nem? Csak mi nem? A harmadik magyar köztársaság 10 legsötétebb pillanata közül 9-et már ismertettünk, és hamarosan szembenézünk a legégbe kiáltóbb gyalázattal is. Addig is tekintsük át a lista eddigi helyezettjeit. 10. Schmidt-Pál doktoria. 9. Szilvási György szlovák terroristákkal riogat. 8. A megfigyelési ügy. 7. A taxis blokád. 6. Meggyesi Péter D-209-es ügynök. 5. Népszavazás a magyar állampolgárságról. 4. Az olajügy. 3. Az MSZP-SZDSZ koalíció. 2. Az Öszödi beszéd. Az 56-os forradalom 50. évfordulóján az összes televízió és rádióállomás azt harsogta, hogy Budapest 50 pontján, 50 különböző megemlékezés keretében ünnepeljük közösen a forradalom hőseit. Mi pedig kimentünk az utcára emlékezni és ünnepelni. Ekkor megjelentek a rendőröknek látszó terroristák, és a hatalom parancsára emberi szemeket lőttek ki. Első, a rendőratak. Minden gyalázatok koronája. A messze menőkig és minden kétséget kizáróan legsötétebb pillanata a 20 évnek. Nézd, úgy is fölfogható, hogy 56, 50. évfordulóján lezajlott egy pici 56. Mi nekünk is járt egy kicsi 56, 56, 50. évfordulóján. Nekünk is járt egy kis játék a tankkal. Ugye? Egy öreg 56-os bácsi indította be. Egy eredeti 56-os bácsi. Ő még tudta, hogy kell kezelni még ezeket tudta. A vasakat. Nekünk is járt egy kicsi Rákosi, ugye, Gyurcsány személyében, és amikor bukik, nekünk is járt egy kicsi Kádár János Orbán Viktor személyében, aki elhozza nekünk a krumpli levest, és elfeledteti a sötét Rákosi terror éveket, azokat, amelyeket a Gyurcsány reprezentálta a 21. századnak a küszöbén. Te kint voltál? Én kint voltam. És nem borogattam autókat, kukát és nem gyújtogattam kukát, és ennek ellenére rohamoztak, és ennek ellenére fenyegettek, és ennek ellenére lövöldöztek és rám. Szaladtál. És szaladtam. És igen. Szaladtál. Pedig hát nem ostromoltam a tévét, pedig hát nem én fosztogattam a túróri automatát. Ennek ellenére rajtam is megtorolták ezt, hiszen hittem a kormánynak, amelyik azt mondta, menjek ki az utcára 56-50. Évfordulóján és ünnepeljek. Ez volt a bűnöm, amit pont elkövettem. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy miért kellett neked, mint egy jó öreg kádárista apuka, miért kellett neked, Robi fiam, kimenni oda és keresni magadnak a bajt? Hát azért, mert Gyurcsány Ferenc kormánya hívott engem ünnepelni, invitált. Mert azért az az igazság, hogy a szemkilövetésekhez sem elég a megkülönböztető jelzés nélküli rendőr, ahhoz is kell tömeg, akinek a szemére lőjenek. Na most erről gondoskodni kell valahogy, erre való a propaganda. Ünnepeljünk közösen! Ja, a statisztának kimentek. Világos. Ja, hát, nem. A szemeket is szállítani kell, nem csak a gumilövedékeket, érted?
Vipera is volt a rendőröknél, úgy emlékszem? Nem volt, nem volt. Gergényi nem látta. Ja, értem. És amit Gergényi nem lát, az nincs. A harmadik magyar köztársaság 20 éves története lezárult. A történelemkönyvek úgy emlékeznek majd rá, mint a két rendszer közti zavaros évtizedekre. Nekünk pedig nem kellett sokáig halásznunk a zavarosban, hogy fölidézzük azt a 10 vérlázító esetet, amelyet a közrend és a közbizalom sérelmére a köztársaság úgynevezett elitjei elkövettek. Ha egyetlen kérésünk lehet, a következő évtizedekre új bűnöket kérünk. Csak ne a régiek ismétlődjenek újra, és mi már is elégedettek leszünk. Köszönöm a konstruktív közreműködést kedves barátomnak és kollégámnak, Farkas Attila Mártonnak. Ez volt a Sznobjektív, amely, mint mindig, ezúttal is civilizált. Jó éjszakát kívánok!